Hát egy nagyon egyszerű megoldás, hogy a diákoktól bármilyen igazából tanálhatok rosszul a feladatot, mert nem ezt kell mondani. Humorosan közelítették meg a matematikát ezen az előadáson a kutatók éjszakáján a Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban. A cél itt is az volt, hogy a diákok szórakoztató és vonzó módon találkozzanak egy-egy természettudományos területtel. Azért tartom fontosnak, mert nagyon sok diák az órai anyaggal, amivel néhány anyag nagyon száraz. És ha eljön egy ilyen rendezvényre, meglátja azt, hogy érdekes is lehet egy bizonyos tantárgy, és lehet, hogy más szemmel fog ránézni, és utána sokkal jobban fog érezni az órákat is, és rá fog jönni, hogy nem olyan nehéz azáltal, hogy meg lehet oldani játékosabban, vagy érdekesebben az egészet. A diákok a matematika mellett elismert kutatóktól hallhattak hétköznapi nyelven előadásokat a rákkutatásról, a DNS-tesztekről, az őssejttárolásról, vagy éppen a véralvadásgátlásról. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdte el az intézmény a kutatók éjszakájának a szervezését. Elsősorban azért, mert nem engedheti meg minden diák magának, hogy valóban elmehessen egy kutatóintézetbe, és ott belelásson abba, hogy milyen is egy természettudományos munka. Másrészt pedig azért, mert igyekszünk közelhozni a diákokhoz azokat a természettudományos kutatásokat, amelyek valóban érdeklik őket, és így igyekszünk mindenképpen arra törekedni, hogy lehetőleg az intézmény volt diákjait hívjuk vissza ilyen esetekben. A kutatók éjszakáját 2005 óta rendezik meg Európában, minden év szeptemberének utolsó pénteki napján. Magyarország 2006-ban csatlakozott a kezdeményezéshez. Célja, hogy az interaktív előadásokon keresztül vonzóvá tegyék a kutatói életpályát a diákok körében. Idén először 2 napon keresztül várták a szervezők a fiatalokat Magyarországon, összesen 260 helyszínen, több mint 2600 programmal.